19 versenyző képviselte a nyíregyházi színeket a Székesfehérváron megrendezett 120. országos felnőtt atlétikai bajnokságon. A háromnapos versenyen rajthoz állt a teljes magyar élmezőny. A nyíregyházi sportcentrum atlétái 2 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek az OB-n. Kicsit pekesek voltunk, hiszen terveim szerint 3-4 első helyet hozhattunk volna el, és ez meg is lett volna, ha Ónodi Dávid mondjuk nem sérül meg 200 méteren vezető helyen, és így nem csak az ő 200 méteres elsősége, hanem a 4x400-as fiúváltó bajnoki címe is elúszott, illetve a dobók, akik az utánpótlás Európa bajnokságon voltak a csúcsformában, itt már az eredményeken látható volt, hogy nem igazán a sok versenyzés után nem igazán hozzák a legjobb eredményeket, de azt mondhatom, hogy Kerekes Dóra 3. helye az elvárásoknak megfelelő volt, illetve hát Szikszai Robin meg Káplár Jani egy kicsit végezhetett volna előrébb, de a verseny az verseny, és mivel nagyon meleg volt, 36-37 fokos meleg, ez betudható annak is, hogy a legjobb eredményeket szinte senki nem tudta produkálni ezen a bajnokságon. Széles Imrének 6 tanítványa vett részt az országos bajnokságon, közülük Guba Liliana, Osváth Krisztina és Palásti Luca tagja volt a győztes 4x400-as váltónak. Felemásan értékelem a szereplésünket, lehetett volna jobb is, de lehetett volna rosszabb is végül is. Alapvetően a legsikeresebb az Ónodi Dávid volt, egyénében 2. helyet szerzett 100 méteren. Tőle első helyet vártunk, de sajnos egy nagyon kimerítő utazás után értünk oda a pályára. Az utolsó pillanatban 6 órát ültünk egy dugóba, még leértünk Székesfehérvárra, és ez rányomta futására bélyegét. Bakosi Péter esélyeshez méltóan az idei legjobbjának számító 222 cm-re nyerte a magasugrást. Petiben még legalább egy magasság benne van, azt jelenti, hogy ezen a versenyen is a 225 cm csak minimálisan verte le, tehát majdnem megvolt ez a magasság is. Mi a Európa-bajnokság után abba egyeztünk meg a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai vezetőjével, hogy nem áll le Péter, tovább edz, és megpróbálja ebbe az évben az egyéni legjobbját, a 223 cm-t megjavítani. A nyíregyházi atlétákra még 2 jelentős verseny vár a szabadtéri szezonban, szeptember elején a debreceni Szuperliga döntőn, egy héttel később pedig a székesfehérvári csapatbajnoki döntőn állnak rajthoz Bakosiék.